győztes meccs utáni remek hangulatot még tovább fokozta azzal a Gyöngye táncegyüttes fellépése az FC Nagykanizsabáján. A rendezvényen az MB3-ban szereplő felnőtt csapatjátékosai is részt vettek. A bálon elhangzott, az Egyesület vezetőségének, sportolóinak célja 2019-ben nem változik, szeretnék megerősíteni helyüket a harmadosztály középmezőnyében. Azt gondolom, hogy a hetedik hely az elismerésre méltónak számít. Én azt gondolom, hogy ebben a szezonban, ebben a szünetben tudtunk erősíteni, az elmenő játékosokat tudtuk pótolni, és egy középcsapatot szeretnénk itt Nagykanizsán kialakítani és megtartani. A polgármester szerint a bál közösség kovácsoló ereje is fontos, hiszen a rendezvényen találkozhatnak egymással a játékosok, a szponzorok, az edzők, valamint az utánpótlásban szereplő fiatal tehetségek szülei is. Nagyon fontos a sportolók életében, az egyesület életében, hiszen ilyenkor együtt vannak a támogatók, itt vannak a gyerekeknek a szülei, és hát ilyenkor mindig meghívják a polgármestert is, én pedig örömmel jöttem, mert hogy a város is segíti és támogatja nyilvánvalóan keretek között az FC Nagykanizsát, meg hát a többi sportegyesületet is. Cseresnyés Péter köszöntőjében kiemelte, a csapat szereplése és a bál sikeressége is jól jelzi, hogy Nagykanizsán napjainkban is szeretik a futballt. Kanizsán megvannak most is a tehetségek, számítani lehet rájuk. Van nagyon sok aktív ember a városban, aki a futballt nem csak szurkolóként, hanem munkájával is támogatja, és ez jó alapot biztosít arra, hogy Nagykanizsán az MB-s csapat megmaradjon, és majd a távolabbi jövőben, amikor nagyobb támogatás, több szponzort, nem csak a város lesz a szponzor, hanem több szponzor sikerül összeszedni, akkor távolabbi célként egy magasabb osztályba való feljutást is kitűzhetnek maguk elé. A csapattagok már nem sokat pihenhetnek a bál után, hiszen a felkészülés utolsó hete kezdődik. A Nagykanizsai Gárda vasárnap a Ménfőcsanak ellen idegenben kezdi a tavaszi szezont.